Református kollégista voltam, és ha Magyar Népművészetről esett szó, a mezőséget soha nem említették, bármelyik más magyar tehetséget. És ez valahogy bántotta az önérzetemet. És egyszer ott járt egy debreceni regős cserkész csapat, és azok bemutatkoztak, és az volt a kívánságuk, hogy mi is énekeljünk valamit. Rám esett a választás, és én azt hittem, hogy amit én tudok, mindenki tudja, kiderült, hogy nem. És akkor azt a feladatot kaptam az én felügyelő tanáromtól, Nagy Gézától, hogy írjam össze mindazt, amit a faluba énekelnek. Így kezdődött el, aztán közben ugye a 40-es években voltak ezek a nyelvészeti kutatások, Szabóti Attila kint volt Válaszúton, ő a textillel is foglalkozott, nálunk lakott, és ő hívta fel a figyelmemet. De mint kis diák, már a Kolozsvári Néprajzi Katedrának Gunda Béla volt a vezetője, és bejártam hozzá az előadásukra. Bekerültem az akadémiára, Zeneművészeti Akadémiára, a tanári tanszéken voltam, és annak idején jártunk ki, volt a folklortudományos kör, Jagamas tanár úrral, ő volt a folklórkatedrának a főnöke, úgy a vidékre, mint Moldvába gyűjteni, és miután kikerültem az akadémiáról, önként elmentem Moldvába tanítani, már csak azért is, hogy ott közel lehessek az adatközlőkhöz, de már a katonaskodással is, amikor bevonultam, lehetett választani négy helység között. Persze, hogy azt a helységet választottam, ahol tudtam, hogy ott vannak a csángok, a román városát. Ha Bákó lett volna, akkor Bákot választottam volna. Úgyhogy a katonaskodásom idején is volt kapcsolatom a csángokkal, ugyanis a hadtesthez kerültem, és kifogtuk egy olyan periódust, amikor a katonakönyveket terepen látamozták. Úgyhogy egy hónapot voltunk a román megyébe, akkor még megye volt, a járási központokba. De volt katonatársam is, volt csángó, akiket aztán katonaság után felkerestem, és ők segítettek a gyűjtésben. Azt gondolom, hogy ez egy olyan komplex és csodálatos mű, aminek feltétlenül itt kiállításon is meg kell jelenni. Sok interjú, film készült az elmúlt 20-25-30 esztendőben Kallós Zoltánnal. Az életútjának a legfontosabb pontjait, állomásait jól ismerjük. Ugyanakkor mindig van egy-egy új mozzanat, ami még ismeretlen volt, és ez a kiállítás arra is próbál kísérletet tenni, hogy ezek az ismeretlen pontok előkerüljenek a munkásságból. Kallós Zoltán gimnazista korában kezdte az első néprajzi tárgyakat gyűjteni, ebben a mintája édesanyja Kis Vilma volt. Ezek közül a tárgyak közül azonban csak néhány maradt meg. A gyűjtő szenvedély azonban folyamatos, a mai napig tart. Voltak azonban nehézségek a gyűjtésben. Az 1960-as, 70-es évek körülményei között Magyarországra juttatni sem volt egyszerű, de odahaza a kolozsvári lakásban sem volt könnyű megtartani, megőrizni ezeket a darabokat. A Néprajzi Múzeumnak és a Janus Pannoniusnak a néprajzi gyűjteményébe Andrásfalvi Bertalanon, Hofer Tamáson, Borbély Jolánon keresztül jutottak ezek a tárgyak, amelyek tudomásom szerint mindez idáig nem szerepeltek kiállításon. Itt van előttem például egy gyönyörű zöld ruha mezőségről, mezőszaváról, egy ilyen gótikus viselet hangulatot áraszt, tükröz, soha nem találkoztam hasonlóval még. Kallós Zoltán szülőhelye, Válaszút, maga is egy beszédes földrajzi név. Az a hely, ahová ő született, és ahová 92 után a kúria visszaszerzését követően visszatudott költözni, és ahol ma is aktív az útitársaival. A kiállítás címe az Indulj el egyúton, talán ebből következett, hogy itt van Kallós Zoltán, aki választott egy utat, és ezt az utat végigjárta. És ami talán újdonság volt a megközelítésben, hogy útitársait is szeretnénk bemutatni. Mert hogy ezen az úton nem egyedül megy végig, hanem sok-sok útitársal.
és a kiállítás erre is reflektál és megpróbál felvillantani részleteket, visszaemlékezéseket, elemeket, olyan pontokat, amelyek az utitársak és Kallós Zoltán találkozásai voltak. Magyarországról pedig Andrásfalvi Bercit ismertem meg leghamarabb, ugyanis ők néprajzszakosok voltak, Martin Györgyel, Hofer Tamással kollégák, és Pesovár Ferivel, és rendeztek egy kiállítást a Rován tengerpartra, mind egyetemisták, és Kolozsváron neki volt egy távoli rokona, Bogdán Imre, aki nekem nagyon jó barátom volt, Pirosta gimnázista volt Kolozsváron, és annak elmondta, hogy szeretné elmenni Moldvába, és az megadta az én címemet, ő nem ment el a tengerpartra, lejött Lészpedre. Akkor 3 napot volt ott. Ez 55-ben volt, aztán jött a forradalom, megszakadt a kapcsolat, utána újból felvettük a kapcsolatot, és akkor eljöttek egyszer ilyen kiránduló busszal Kolozsvára Martin Györgyel, és az azt hiszem a 60-as években volt valamilyenkor, akkor végeztük a legelső táncfilmezéseket Válaszúton és Mérába, és azt hiszem Boncidán. Akármit nem vettem meg, én a minőségre törekedtem, nem a mennyiségre. Úgy szellemi, mint tárgyi vonatkozásban is. Akármit úgy, ha román volt, ha magyar volt, akármit én nem vettem meg. Ez olyan dolog, hogy ha belekóstol az ember, akkor minél többet szeretne felmarkolni mindenből. Hát például itt ki van állítva most egy kancsó, elmentem egyszer mezőkeszűbe, és ugye mindig megkérdeztem, hogy nincsek, a kerámia a legrondblandobb, hogy nincsen szegre való kancsójuk. Azt mondja, bizalvan kidobtuk a fogast, és feldobtuk a kancsókat a gabonás híjára. Mondom, meg kéne nézzük, rá volt dobva egy csomó török búza, kukorica, kiszedtük, vagy 14 darabot, egynek be volt törve a szája, felirat rajta, nem tudtam elolvasni a törés miatt, az alján 1860-as évszám. Azt mondja az öreg, azt mondja, olvassa csak el, ez legelőbb volt felakasztva a fogasra, de mindenki meg is nézte. Biztosan, aki megvette, nem tudott írni, olvasni, azt hogy házi áldás, vagy volt fantázia a nőbe, valamelyik tréfás fazakasin azt csinálhatta, az van ráírva, hogy védj meg, kurva, mert szép vagyok. Ki van állítva itt a kiállításon? Szentendrén a Skanzen galériában, az igazgatási épületünkben van a kiállítás legfontosabb része, a gerince. Ez egy tér, egy hozzá kapcsolódó, nagyon izgalmas kisebb térrel. Itt vesszük végig az életutat, a legfontosabb állomásokat, de a táncház mozgalommal való kapcsolatrendszerére is kitérünk, és arra is, hogy hogyan született a múzeum Válaszúton, meg arra, hogy milyen volt a gyűjtemény gyarapítás másként az 1960-70-es években. Van egy másik kiállításunk, egy kapcsolódó kiállítás is, ez pedig a múzeum bejárati épületében, a vasútállomáson, a Pontit galériában látható. Talán kevesen tudják, vagy nem elegen tudják, hogy Kallós Zoltán nem csak kiváló hangfelvételeket örökített meg, több mint 14 ezer dallamot, hanem remekül fotózott is. A fotóanyaga digitalizálva a Hagyományok Házában található, és ebből az anyagból válogattunk egy kamara kiállítást a fotós Kallós Zoltán munkáiból.